A stáb mindig azzal poénkodott, hogy Vili bácsin kívül mindenki megvolt, tehát, hogy... De magában a sorozatban te voltál a csúcstartó ezek én? Szerint? Abszolút. Volt lány, fiú, hármas, minden. És hogyha a kézilabdáról nem beszéltek otthon, akkor nem beszéltek színházról sem, meg tévéről? Jaj, sem, de vagy... hogy nem, de hát persze, amit lehet. Szabad Jupiternek, hát, nyilván azt ne, de hogy kézzel, nem. Hát minden, te is azt mondja, jó, én meg nem beszélek akkor a műsoraimról. Akkor megsértődne, és akkor fél óráig nem beszélne velem, azt meg már kihagyom, mert most már ennyi után már tudom. Rám, igen. Tényleg? Igen. Abszolút. Elárulom a titkait, Laci. Igen, de egész jól kezeljük egymást, szerintem ezért is működik ez. És mondja, hogy jó voltál, nem voltál jó, nem azt kellett volna, hogy belebakisztál simán? Mindent mond, ne hülyeskedj, a legnagyobb kritikusom, és egyébként ami jó is, mert szörnyű lenne, ha pont otthon nem kapnám meg az őszinte szót, hanem egy ilyen bullshit-et adna nekem, hogy persze, gyönyörű vagy, tökéletes vagy, nagyon jó volt. Úgyhogy ő mindig elmondja őszintén a véleményét, nem mindig értek vele egyet, hiszen ő is laikusként néz arra a pályára, de jól esik, hogy mi megbeszéljük. Meg nekem nem okoz gondot, hogy otthon beszélhetünk róla, én is igénylem azt, hogy kibeszéljük, hiszen nagyon sok impulzus ér, nagyon sok minden történik velem, akár egy Dancing with the Stars forgatásán, és jó levezetésként az, hogy beszélgetek. Nyilván megkoronázta az évemet, hogy 2023 tavaszán megkaphattam az évnői műsorvezetői díjat, és ezt csak azért mondom, mert azért 6 év után, amikor a szakma is elismeri azt, amit csinálsz, mert nyilván mi a nézőkért vagyunk, és nekik dolgozunk, és jók a visszajelzések, de amikor kapsz egy szakmai díjat, akkor az a koronája ennek a dolognak, és lehet, hogy az indított el bennem egy másik változást, hogy magabiztosabb és stabilabb tudok lenni a színpadon. Mi a helyzet a bulvár médiával? Az mindig egy nagyon érdekes kapcsolat szokott lenni celebek és újságírók között, egy egymásra utaltság, nem mindig nagyon vidám ez a kapcsolat. Téged szeret a média, ugye? Nem szoktak bántani. De lehet azért, mert már bántottak eleget. hogy azért én 17 éves koromtól kaptam bőven, olyan címlapokkal a hátam mögött vagyok most itt, ami tényleg, tehát, hogy a nemi identitásomtól kezdve, a családi állapotomon keresztül mindenről szól. Igen. Tehát, hogy minden megtörtént, ami megtörténhetett. Nyilván a bulvár is alakult, hiszen szerintem azért volt keményebb mondjuk 15-20 évvel ezelőtt a bulvár, mert nem volt Instagram, TikTok, Facebook, ahol nagyon gyorsan terjedhettek a hírek, hanem a nyomtatott sajtó volt az egyetlen, amiből informálódhattak az emberek, és akkor ott azért beleadtak apait, anyait. Most már ez is mérséklődött, de hát közben felnőttem. És hogy te kikérted magadnak, pereskedtél, vitatkoztál, felhívtad, semmi? 18 évesen azt se tudtam, hogy mi van, de sírtam otthon. Anyu meg jött, meg apu, és akkor mondták, hogy legyek erős, és akkor menjünk tovább, és hogy nem kell ezt csinálni. De hát amikor én bekerültem, és az első beszélgetésem megtörtént, soha nem felejtem el, 2002-ben a lány producerrel, a Barátok Közt lány producerével leültem, és átnyújtotta a szerződést, és június volt, szeptemberben kezdtük a munkát, és mondta, hogy akkor most menjek haza a Veszprémbe, és élvezzem ki az utolsó, legboldogabb nyaramat. Nem értettem. És utána megértettem. Egyébként nem igaz, hogy az volt a utolsó legboldogabb nyaram, mert onnantól kezdve, hogy belejöttem ebbe az egészbe, már élveztem az életemet, de az tényleg egy ijesztő dolog volt, hogy egyetlen egy napot voltam adásban, és másnap kimentem az utcára, és minden harmadik emberrel láttam, hogy néz. És ez nagyon sok idő volt megszokni, feldolgozni, és mindig az volt a taktikám, ha bementem valami olyan helyre, ahol sok ember volt, és mindenki nézett, mert a Barátok között mások voltak a tévézési szokások, más volt minden. De a statisztikai kimutatások alapján Magyarországon minden negyedik ember nézte a Barátok között. Elképesztő volt. Zsófinak szólítottak? Persze. 10-ből 9 ember, de egyébként ez engem sose zavart, és egy-két év után Zsófira ugyanúgy kaptam hátra a fejem, mint a Ramonára, de olyan soha nem volt, hogyha valaki odajött volna hozzám, akkor én azt mondtam, hogy ne arra, hogy nem csinálok fotót, vagy nem beszélgetek veled, mert azt soha nem felejtettem el, ha ők nincsenek, én se vagyok. Jöhet a következő? Jöhet, nagyon várom, egyébként most már nagyon élvezem a játékot, az elején féltem. Jaj, de jó, ez egy vicces kérdés. Na.
Mondanám, hogy egy kicsit oldjuk a hangulatot, de szerencsére nem kell. Hányféle Delma margarin termék van most a piacon? Nem tudom rá, választ képzeld el. ABC, hát legyen a legtöbb, C, 16. Mennyi van? Nem, csak 60. Bakker, tényleg a megérzéseimre kell hagyatkozni, mert az át akartam tényleg? Mondani. Na, de a nagyszámok törvény alapján mondom, legyen a C. De jó, miért tettük fel ezt a kérdést? Hát igen, Ramona. Karrierem indulása. Milyen szép volt idő. A karrierem indulása? Már 14-15 évesen szerettem volna dolgozni ilyen kis nyári melókba, és akkor polc feltöltésre mentem, árut feltöltöttem, és hostesskedtem. És a hostesskedésem csúcspontja, amikor beöltöztettek Delma Manónak, és cikinek éreztem. 16 éves fejem, mondom, nem hiszem el. Tehát ez hát tini lány voltam. Igen. Akkor ismerkedtem meg a első szerelmemmel. Nem hiszem, hogy Delma Manóként fogok itt korzozni, de mondom, tök jó, úgyse fog megismerni senki, mert egy ilyen hatalmas pufi vajdarab voltam igazából. Várj, a hangot is kellett kiadni? Nem, hála jó Isten, és igyekeztem is elváltoztatni hangom, és itt volt a Delma Manó orra az én arcom előtt, egy rács, amin levegőt kaptam, és lehetett látni. Mondom, jó, senki nem fog megismerni. Akkor ugye még nem volt barátok közt, Veszprémben mindenkinek. Rami, te vagy az? Tényleg az történt ott, hogy azon a rácson át lehetett látni, csak a fejemet látták, az volt ugye szemmaga. Rami, te vagy a Delma Manó? Tehát akkor fél Veszprém tudta, hogy én vagyok a Delma Manó, az összes barátom, és hát azóta is szívják a vérem, de így visszagondolva imádtam. Annak egyébként az volt a motivációja, hogy sajnos megbuktam a forgalmi vizsgám. Nagyon szerettem vezetni a vezetésben, igen, és nem akartam, hogy anyuék fizessék ki a plusz 6 órát kellett venni, hanem én akartam kifizetni, és akkor azért mentem melúzni, hogy én fizessem ki, de hú, de jó, hogy... És másodikra átmentél? Másodikra átmentem, és nagyon kellett. Féltem vezetni, rájöttem így utólag, és az a plusz 6 óra az megalapozta azt, hogy a mai napig igazából, ha kisebb kocsanásokat leszámítva, balesetmentesen közlekedem. És ha minden igaz, akkoriban találkoztál azzal a menedzserrel, aki végül a barátok közthöz beprotezsált, vagy összehozott ezzel a produkcióval? Hát... Vagy ez nem akkoriban volt? Akkoriban volt, de nem menedzser volt. Ez is egy szép történet. Az életemnek vannak ilyen szép filmes sztoriai. Apukám még Balatonfűzfőn üzemeltettek egy melegkonyhás büfét, és természetesen én minden nap ott dolgoztam nyáron. És hát reggel 6-kor kezdtünk, éjfélkor végeztünk. És voltak akkor ezek a strandpartik. És a munka után apuik elengedtek a barátnőimmel, időre kellett hazamenni. Nyilván már akkor is szerettem magam megmutatni, és a Véteknek volt a sláger, az Éjfél után című dal, és megkérdezte a Kefir a színpadon, hogy ki akar elénekelni, nyilván én akartam elénekelni, felmentem a színpadra, elénekeltem. Másnap reggel 6-kor mentem melózni, és 9 óra körül megérkezett egy úriember, hogy hozott nekem pár fotót, ő itt nyaral Füszfön, egyébként fotósként dolgozik Budapesten egy modellügynökségnél, és megismert, emlékezett, hogy én szolgáltam ki, és megismert a színpadon, és hogy nem érdekelne engem bármilyen modell. Kedés. És akkor ebben a pillanatban apám előrelépő, hogy na jó, álljunk csak meg egy pillanatra, milyen modellkedés. És akkor ott beszélgettünk, és mondtam, hogy igazából ez nem, de és akkor mondta, hogy egyébként ez a modellügynökség biztosít statisztákat, akár a barátok közben, akár reklámokhoz, ilyen amatőr színészeket. És akkor mondtam, hogy az már inkább, mert akkor az már egészen egyértelmű volt, hogy annak ellenére, hogy közgázra járok, mert apám azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám is, a humán tárgyak voltak azok, amik engem foglalkoztattak. A közgáz mellett gyakorlatilag a színitársulat, a suli amatőr színitársulatának tagja voltam, ahol játszottam, rendeztem. Tehát ez a vonal volt az, amit én nagyon, nagyon éltem magamnak. És akkor azt mondta apu, hogy persze, ezt nézzük meg. És akkor így jutottam el egy meghallgatásra, ahol közölte velem a castingos hölgy, hogy nagyon magas vagyok, a 171 centimmel, mert akkor a barátok közben Konta Barbara és Juga Veronika volt a két nagy sztár, akik kis alacsony csajok. Más alkatok, igen. És hozzájuk képest magas voltam. És ugye arra figyeltek, hogy a karakterek azért ne az legyen, hogy nagy különbség van akár magasságban a kettő között. És mondta, hogy nagyon magas vagyok, orhangon beszélek, és ez a szakma és ez a pálya amúgy is felejtős nekem. Mondom, jó. Akkor köszönöm szépen, ennyire drasztikus válaszra nem számítottam,
És akkor 3 hónap múlva pedig jött egy telefon, hogy ennek ellenére bekerültem egy főszereplő válogatásba a legjobb 4 közé, és akkor menjek. És mondom, azt hittem, hogy szivatnak, hogy mi, és akkor apu mondta, hogy jó, ha már egyszer elmentünk, akkor menjünk el még egyszer. És akkor még egyszer elmentem, és óriási mákon volt. Váradi Zsolt, aki Berényi Danit játszotta, ott kijött, bemutatkozott, és be kellett mennem egy casting felvételre, és 2,5 percen keresztül vitatkoznom kellett. Mi sem egyszerűbben. Ez, és ha egyébként ott szerintem nem egy ilyen vita helyzet van, amit el kell játszani, akkor nem biztos, hogy én vagyok Zsófi, de hát ezt így sikerült abszolválni, úgyhogy gyakorlatilag 2 hét múlva közölték velem, hogy akkor én vagyok Szentmihályi Zsófi, és akkor tényleg nem tudtam, hogy ez mit jelent, csak örültem, hogy hú, de jó, mert akkor a Barátok közt az már nagyon híres volt, láttam, szerelmes voltam a szereplőkbe, tehát, hogy pont minden megtörtént, aminek meg kellett történnie, és akkor jött a Bari közt. És jön a következő kérdésünk. Figyelj! Ó, Jézusom! Mármint az igazi vagy a karakterem? Várj, hát ne, ezt majd külön választunk. Most maradjunk a sztorira. Hány szerelmi kapcsolat szövődött a Barátok közben a 23 évad alatt? Na, mit gondolsz? Jó, hát azért most itt a nagy számok, azért 211-et ezt erősnek érezném, de a 83-at is, úristen, az nagyon durva, ha az az igaz, de rengeteg, mert versenyeztünk Kertész Gézával, és én nyertem sajnos, úgyhogy az A lesz a helyes válasz. Nem. Ne idegesítsd. Okay. 117? Jó, mondjuk a stáb mindig folyikodott. Nem tudom, kiszámolta össze, azon rögtem, amikor összeértük. Vajon kiszámolta össze ezt, hogy hány szerelmi kapcsolat szövődött, de valaki, de ez jött ki. Figyelj, elképzelhető, mert a stáb mindig azzal poénkodott, hogy Vili bácsin kívül mindenki megvolt. Tehát, hogy igazából benne van a 117. Tehát, hogy simán lehet. Na, neked ebből hány volt? Az igazi szerelem? Hát akkor megyünk ketté. Jó, menjünk, oké. Okay. Az igazi, az izgalmasabb. Az izgalmasabb kevés volt. Kevés? Jó, persze. Nyilván töredéke volt. Én mindig hosszú kapcsolatban éltem és léteztem, és ha nem, akkor pedig egyedül voltam. Tehát nem voltak 1-2 hónapos kalandok az én életemben, hanem mindig több év volt. Mert ez már szép kitérő válasz volt. Igazából tényleg, ne, én ha vagyok, akkor szerelemmel tudok lenni, máshogy nem. És ezért is van az, hogyha viszont szerelem van, az több évig tart. Hát ez tök jó. De magában a sorozatban te voltál a csúcstartó ezek én? Szerint? Abszolút. Volt lány, fiú, hármas, minden. Tényleg. Ez az igazság, hogy soha nem vertek ilyenik sem biztosítékot, hogy na, ezt már nem. Érdekes, hogy nem. Egy más világ volt. Most már ebben a MeToo világban lehet, hogy megkérdőjelezném, hogy azok a jelenetek nem voltak semmi, de viccet félretéve semmi durva nem, jelenet nem volt. Hát azért ez egy nem tudom, nullás karikával futó sorozat volt. Tehát semmi olyan extra dolog nem volt ebben a szappanoperában, amit ne lehetett volna leforgatni. Csak nyilván akkor még lehetett érinteni, nem volt ennyire PC világ, olyan témákat is, amik nem verték ki a biztosítékot. Tehát igen, itt szóba jött az, hogy Zsófi felajánlotta a barátnőjének, meg az akkori Paliának, hogy mi lenne, ha megpróbálnának hármasban együtt lenni. Ez elmenne ma is, nem? Nem tudom. Hát lehet, hogy nem. Voltak egyetlen karikák? Lehet, hogy akkor még karikák sem. Nem voltam. Emlékszem, nem. Képzeld el. Nem. Úgyhogy ha 20 év múlva, vagy 30 év múlva én az unokáimnak mesélem majd, hogy hát képzeljétek, beszélgettem egyszer Ramónával, akkor mit mondjak? Ki volt ő a szuper színésznő, a nagyon tehetséges műsorvezető, zseniális üzletasszony? Jó kérdés. Erre én magam sem tudom a választ, képzeld el, 20 év múlva. Lehet, hogy úristen, most, hogy megkérdezted, hogy 20 év múlva, remélem azt mondod, hogy fú, aki az isteni borokat készítette, mert van nekünk egy ilyen kis vágyunk, hogy majd szőlőkkel is foglalkozunk egyszer, amikor teljesen más vonalon vagyunk, mert Szigliget ugye nekünk Máténak is van kötődése, nekem is van kötődésem, és hát ott a szőlő az csodálatos, meg eleve a balatoni borok készítése, de hát ez még egy nagyon-nagyon távoli álom csak most azon képzelektem, ahogy kimondtad ezt a 20 év múlvát, hogy remélem Szigligeten ott fogok ülni egy fantasztikus finom borral a kezemben. De te fogod csinálni. És hogy... akkor, hogy igen, amatőr szinte, tehát nem akarok
nagy babérokra törni, csak hogy van egy ilyen elképzelés, hogy de jó lenne, mert az embernek akár van egy-két-három szőlőtőkéje, akkor abból valamit szeretne csinálni, egy kis pálinkát, egy kis bort, vagy egy kis szőlőszörpöt jó magyar emberhez híven, tehát hogy ez azért egészen kézenfekvő. De... El tudod magad képzelni egy présházban? Ja, hát én abszolút nem viccelek. És mi lesz ezzel a pörgéssel? Nekem ez a pörgés soha nem hiányzik. Nekem a Veszprém az, illetve nem, bocsánat, ez nem állja meg a helyét, a pörgés csak limitáltan hiányzik az én életemből. Tehát én nekem Veszprém, és amikor Veszprémbe hazakerültem 2019-ben vissza, mert ugye Máté miatt oda költöztünk a Noéval, akkor az volt a csoda. De tényleg, hogy de mindig is, amióta felköltöztem Budapestre, hogy minden hétvégén mehettem haza Veszprémbe, a nyugalom városába nekem, mert ezt a pörgést, amit van Budapesten, annak ellenére, hogy csodálatos a fővárosunk, és imádok itt is élni, de kell az a kiszakadás, hogy tényleg semmivel nekem más kiszakadni, most nem akarok helyetted gondolkodni, de más kiszakadni a pörgésből, bemenni a nyugiba, mint a nyugiban lenni csak, és egyáltalán nem pörögni. Az sem egy olyan nyugi, hogy akkor reggel felkelek, kiülök, és akkor estig ülök, hanem akkor azt tervezem 20 év múlva, hogy remélem a 8 unokámnak, a Máténak, a Rigolyáival együtt főzhetek, süthetek, és cseszegethetem a fiúkat mindenért. Tehát, hogy már elnézést a kifejezést. Igen, de hogy tényleg, hogy a pörgés, az nem feltétlen mindig abban nyilvánul meg, hogy akkor csinálni, munka. A pörgés lehet az is, hogy a COVID-t akkor most elrakjuk, és megsütünk, és vendégül lettünk 20 embert, vagy csinálunk egy pincejáratot, vagy kitaláljuk, hogy mi legyen a következő bor. De az, hogy alkotunk és készítünk valamit, az akkor sem lesz másként, csak nem biztos, hogy egy stúdióban teszem, hanem lehet, hogy a szabadban. Te egyébként egy ilyen tudatos nő vagy, hogy az élet más területén, és mindenben, például azt is olvastam, hogy a vásárlási szokás, megtervezed előre, hogy mikor mit fogsz venni. Igen. Igazából tudatos lettem. De hát persze ez is fel kellett nőni, mert 25 évesen, ha itt ülnék, akkor most nem ezt mondanám, hanem azt, hogy carpe diem, és gyerünk és csináljuk. Jó, hát ez normális. Ez bele kellett ebbe is tanulni. Ettől függetlenül azt mondod, hogy figyelj, Rami, van két napot, holnap reggel utazzunk el, akkor azt mondom, hogy oké, csináljuk. Tehát hogy azért nem a Mátétól azért azt megkérdezni. Igen, hogy együtt elutazunk valóban, de hogy a spontanitás nem veszett el az életemből, csak tudatosabb vagyok. A műfenyő is ebbe a kategóriába tartozik? Igen. Képzeld el. Állítólag. És jó is, hogy mondod. Most, hogy mondom, nem lehet kapni. Bár műfenyőt biztos, hogy lehet. Lehet kapni műfenyőt. Megvan-e már az álomcipő? Az álomcipő, amit mondtam. Hát igen, most a Joy magazin címlapjára gondolsz, és hát, a kinéztél egy cipőt, amit a stylisté vagy, és igen. Neked az kell. Megvan. Megvan? Megvan. Gratulálok. Igen, köszönöm. Egy kézicipő egyébként. Tényleg? Egy kézilabdacipő. Kézilabdacipő. Képzeld el, divat lett most 2023-ban a kézilabdacipő. Te fogsz kézilabdacipőt hordani? Igen, de utcára. Hát, most visszajött divatba a kézicipő, rohadt jól néz ki, már elnézést a kifejezésért, és ilyen kis aranyhímzés van rajta, és a címlapon ez is van rajtam, ez a cipő, ezt viselem, és utána a Máté segített megszerezni egyébként. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy kinek van nagyobb cipőgyűjtevénye? Ja, hát ez egyértelmű. Mert jól tudom, hogy Máté cipő. Nekem vannak vásárlási szokásai, Máténak nincsenek, ő teljes hedonista és őrült. Az élet más területén viszont nem. Ő a realista, én az álmodozó, viszont ha ruhákról és cipőkről van szó, akkor bátran neki állítom. Neki több cipője van, mint neked? Nyilvánosság előtt, hogy ő szerintem orvosi elletérő. Nem akarom bátorni, Mátét nagyon szeretem. De hogy persze, hogy több cipője van. Persze. Több száz cipője van a Máté. Tényleg, tehát hogy ez, de azért is van több száz cipője, mert gyakorlatilag élete első cipője is megvan neki, tehát nagyon gondosan őrzi, vigyáz rá. Mindene megvan, igen, tehát azért is van tényleg több száz cipője, de valóban... Több száz cipő. Jó, hogy felteszed ezt a kérdést, mert ebből vannak konfliktusaink a férjemmel. Kérlek szépen, hát a garázsban tároljuk nagy részét, és eldugja bizonyos szekrényekbe, amit így kinyitok, és rám borulhat cipő, és akkor nem értem, de az esküvőnkön például, képzeld el, amikor a barátai mondtak beszédet, akkor az egyik barátja azt mondta, ott tudtam meg az esküvőnkön,
hogy az ő címe van megadva, mert nem meri hazarendelni a cipőket, és eldugja a cipőket. És ezt az eskü, ültem a húsleves fölött, egész konkrétan, és a barátja elmondta. És így átnéztem a Mártéra, hogy mondom, te normális van. És hogy titkos címeket ad már meg, a barátai címét, hogy oda jön a cipő, hogy én ne lássam, hogy rendelt egy új cipőt. Nagyon durva. Ezt most kijött, ezt még soha nem mondtam sem. De ez az egyetlen egy hóbortja a Máténak, úgyhogy adja Isten, hogy ez is maradjon egész életében. Közeledünk az év végéhez. Ha minden igaz, akkor te még szeretnél egy jó nagyot pihenni. És jól tudom én azt, hogy az utazási vagy a tervek között nem teljes a konszenzus? Tehát kimondom azt, hogy Maldív, akkor én nagyon szeretnék. Nagyon szeretnék eljutni Maldívra, sose voltam, de tényleg nem csak a fehér homokos part miatt, hanem csodálatos a tenger élővilága, és ugye én búvárkodom, és nagyon szeretném azt a tájegységet így magamévá tenni. Hát a Máté, ugye ő nem búvárkodik, nem érti ezt az én vágyamat, ő nem fog egy helyben ülni a fehér homokos tengerparton, ahol semmit nem lehet csinálni. Lehet, hogy mondjuk Közép-Európában Lékai Máté az egyetlen férje, aki tiltakozik, hogy a felesége el akarja vinni a Maldív-szigeteket? Nem, bocsánat, én nem akarom elvinni, ja. Ő vigyen el engem, elnézést. Azért jó, akkor a feleségével elmenjen a Maldív-szigetekre. Nem, közösen vigyük el egymást. Igen. Egyébként tudod a válasz erre, hogy szerintem ő az egyetlen egy férfi, nem középen, a világon az egyetlen egy férfi, aki szerintem elengedik. Tényleg. Majd beszélj már vele, légy. Rendben. Kösz. Rami, köszönöm. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Támogatóink. Lexus Monor. Termini Rail Kft. VLG Kábelkereskedelmi Kft. Golden Standard Media.